Na, sziasztok srácok, Sándor Gróf vagyok a War Thunderből, és a szörnyeteket együtt fogok kipróbálni a T-62 M1-es modernyiznyi. Kivitelt, csaj az már van rajta, az a lényeg, rájöttök a csövérre könyörtelen. Stockgrind nem is akartam kipróbálni igazából nélkületek, úgyhogy ezt lehet, most meg fogom szívni nagyon. Ennyi stockosan nem szoktam semmit kivinni. Legalább volt, hogy szerelni még tudott irány nekem minden, 35 lőszer van benne. Az úgy látom, hogy nem is olyan vészes, ez még nem az MBT Amorek rendszer, tehát benn van a hátuljában lőszer, nem ott, ahová ösztönösen az emberek lőnek. Hát... Oké. Okay. Teszünk kettővel kevesebbet. És akkor jó lesz. De nem vészes neki a 35 lőszer. Apropó lőszer, ütünk a stockos gránátunkkal 4-20-at, és tettem be repeszt is, 43 is átütési repeszt. Sose lehet tudni, természetesen 10-0, de ezt tudtuk, hogy ez nem fog 10-0-at menni az életbe se. Abramsek, mármint M1-es Abramsek, és ugye XM1-esek, MBT-70-esek, ilyesmi. Respawnnak esetleg lesz, aki behozza olyanokat, hogy nem tudom. Rice Pattern, meg Maga 3, szoktam őket azért látni mostanában. Igen, ez attól van, hogy azért elég rossz helyzetben vannak hozzá, úgymond az amerikai csapatok, nem nagyon van respawn tank. Igazából kilövik arról az M1-es Abramst, ha nem vettem meg az XM1-et, akkor... Hát igen, MBT-70. Vannak azért az MBT-70 platformnak előnyei, ezt azért módszeresen elfelejtik emberkék. És elrövődnek egy csövet. Oké, húzódjunk vissza, mert... Nem hiszem, hogy egyedül lett volna. Mondjuk azért elég meredek volt, hogy kinn a mező közepén. És lehet, hogy nekem se kellett volna ennyire előre jönni, csak szeretném ott látni azokat a bejövő utakat. Hát ennyi volt. Annyian nézek, az Abrams az orrom előtt nem látom meg. Na lábban én még gonoszkodok, és menjünk a kövire. Na akkor második elemei csatára lesz a második köre. Szintén az amcsik ellen, jaj de jó. Hát ugye lőttünk egy állítsívet és meghaltunk. Nem volt érdemes visszaszpónolni, visszamentem a sílkával, hogy hátraleverek az égről egy amerikai elventes repcsit, de az Abramsek a spawn nagyon lőttek. Úgyhogy annyi 10-0-ás meccs. Leronják a pontot és a spont, és igazából vége, szóval ebbe az érába kell gondolkozni majd. A T-55 M1 itt fog garázdálkodni, csak egy gyengébb ágyúval, és ugyanilyen lassú lesz. Jó, az nyilván még mindenre. Tökéletesen stock. Az azért fullosan érkezik, de sokkal nem mozgékonyabb azért az 55-ös, maradjunk annyival, mint a 62-es, és ebben az érában azért... Hát azért gondoljuk meg, hogy kapkodunk a pénztárca után. Csak észre, srácok. Különösen, aki nem járt még hasonló BR-ben, azért... Én nem egy T-55-emmel vásárolnám fel magam, 9-0-ba. Még az oroszokkal gondolkozok fő tech-tibibe, akkor se. Nem gondolom azt, hogy egy ilyen első tapasztalat utána megesznek a kis lassú anyatetű, inkább csak közepes tankocskánkkal az MBT-k, azért az jó tesz a Thunder karriereteknek. Hát van para rendesen. A stockos géppel ott valamelyre az ellenséges kezdő. Hú, bakker. Kommanderünk az már nincsen. És ha remélő volt, az már pedig nincs olyan szerencsém. Jaj, egy XM1-es. Azt tudtam, hogy még a stocklőszerrel is baszógép a cájk, tehát afelől nem nagyon voltak azért félelmeim és kétségeim, hogy a lőszerrel azzal nem lesz gond. Meg hát orosz, innentől kezdve kit érdekel az anyaga, mert elméletileg most már figyelembe veszi, van-e benne Wolfram, mint a németeknél és a franciáknál, avagy csak acél é. Kit érdekel, Russian bias. Ajaj. Az nem X-M1 volt, babám? Az már Abrams. M1-es. Nem, X-M1-es volt, bocsánatot kérek. Forgás. Közben mi is kaptuk ám a pákoszt. Az már nyilvánvalóan nem talált. És nem tudom, hogy ki volt az, aki megsímoltott minket. Repülőgépet tippelek. Így is van elmentes repülőgép. Jövök légvédelmézni, és akkor haladunk vele tovább. Vagy T-55-özzünk? Jobban kell a légvédelem. Na, kövi. A két Korea határa. Gyerekek, az ágy jó előszer, jó teszi a dolgát, igazából. Minden más már csak annyi, hogy ezek a modernizált közepes tankok lassúak az MBT-khez képest, és sebességből megesznek minket az amcsik, ilyen egyszerű a történet, ezen nincs mit ragozni. Úgyhogy nem nekünk kell igazából az élvonalban ott lenni. De itt szívesen szálljon, miért nekem egy távolságot? Jó, becsülj, szerinted mennyi kettőt? Hát, akkor 300. Enyémek általában alámérnek távolságban az én lövészeim. Nem tudok, kellett volna valami feljebb. Többet belátok, csak azon nagyon hátul van. Wow, wow, wow. Easy boy. Nupság egyébként a C-optikával keresgélni, és azért nupság, mert forgatjátok a tornyot, és akkor nyilvánvalóan sokkal könnyebb kiszúrni, még akkor is egyébként egy jó húdán pozícióban vagytok, és alapvetően úgy néztek ki, mint a évelő cserjék. Most XM1, hát azt eddig is tudtuk, meg nem volt kérdés, hogy ez... Gyere, kis majom. Ha el vagyok lőve, gyere. Hát ez most nem jött be, lassú a töltésünk az ilyesfajta trükközéshez. Akkor ugye Normandia. Ha velünk vannak a friccek, akkor japánok is, és akkor megint az amerikaiak ellen. Nem tudom, hogy azt most hogy éljen meg igazából, mert... attól könnyebben a leopárdok ellen menni, hát végül is nem, mert az XM1-ek mellett ugyanúgy könnyű külön a KPZ-et, meg a backupként behozott kágyeleket, meg egyes leókat, majd az új prémium leókat is könnyű lesz kilőni. Ezekkel azért a 2A4-ekkel meg kell nézni, hová lő az ember, nem teljesen mindegy, ugyanúgy nem teljesen mindegy azért egy Type 90-nél sem, hogy hová fogunk neki lőni. Alapvetően tetszik a cucc idáig. T-64-es aladár sem várnám túlságosan jó modifikációkra. Hát majd most azzal meg ezzel, kettőjükkel majd szerintem sokat fogok oroszokkal 9-3-azni, mert már igazából egész... És tovább te szukka. Van valami problémád? Ennek a moduljaival kellene majd foglalkozni. Ugye a 64 BV az nagyon jó, az első perctől szerelem volt, az nem is volt kérdés megint csak, hogy azt nagyon fogom élvezni. Azt mondja, hogy amcsik. Persze, rögtön csata elején izért, ugye gyere be, bazd meg, csetrepülővel, nem? Tehát az amerikai csapatok hogy tudnak már rögtön ennyire az elején minden BR-be behozni repülőt, ez azért... Mióta elkezdtem a War Thunder basszacsőrömet, nem is kicsit. Nem tudom, ez ki hogy éli meg, de itt van valami rohadás nagy bias. Ez biztos értem, hogy Amerika nagy piac, tehát oda nyalni kell. Tanultam én marketinget a régi főiskolámon. Igen, én tanultam főiskolai szinten marketinget és gazdasági matematikát, szóval ha valami kérdésetek van, mi miért történik a War Thunderbe, akkor hozom optimum függvényből, marginális költségszámításba és ebbe is felvázolom, magyarázom nektek, hogy miért. Az üzleti döntésekkel kapcsolatban egy picit jobban tisztában vagyok, mint az átlag. De szerintem semmi ilyesmi nem szükséges ahhoz, hogy belássál egy játékfejlesztőnek az agyába. De most nem menjünk ebbe bele, maradjunk a 62-esnél, úgyhogy most mi így... Keresztül öttük fronton és az XM1-et, csak toronyfronton kellett volna. Mindenhol lényegében ez szerint egyébként beütjük. Na akkor Tunézia... Majd csak az amerikaiak ellen enged. Na és tudom, 6. vagy 7. kör? Az ingyen javításokat most nem csináltam még ilyet egyébként, teljesen sztuk. Videót. Hát is ideót elkezdeni. Oda nem igen megyünk ki, meg se próbálunk elközni a dombot, mert lassúak vagyunk. Ott lemenni valahol. Azon gondolkozok, hogy lehetne -e keményebb challenge neki, hogy csak az amerikaiak ellen megy. Annál valami németek ellen lehetne -e keményebb. Még mielőtt elkapodnátok a választ, hogy németek nem annyira OP-k, mint az amerikai, gondoljatok bele, hogy ott csak az Abrams és a XM1 van. Az a németeknek hány mozgékony tankja van még? Különösképp ehhez képest. Na, valaki lőjön ki szépen azt a kis helyeket onnan. M18 meghalt, jó. Mert csúszott a homokon, hogy még a fék nem fog. Na most a C elméletileg tele van a csapattársainkkal. Ilyet nem mondok, hogy majd ők feleznek, mert olyankor általában meghalok abban a pillanatban. Ezt kimondtam. És általában abból az irányból lőnek ki engem, ahol ő csapattársam van. Igazából jó lenne beúzni a B-t, mert nagyon kéne a TP modulokra. De most mit nézegetsz arra? Ne idegesíts, hogy a hátad mögött. Ne csinálj meg! De menj szépen, púsolj arra tovább. Jó, onnan még beérni a B-hez. Hát, ha, egy kis TP-t. Édesanyád, de szép asszony. Áldja meg az Isten. Hát beúszta, nem vártam meg, hogy odaérjünk. You are on your own. A szegény embernek a kis csónak kellett itt lezúzza. Nincs nekem ma szerencsém ezekhez a pontfoglalásokhoz. És hátba lőhetnek a másik pont irányából, szóval nincs értelme kemperkedni. Ha már a pontokhoz nincs szerencsém, akkor próbáljunk meg valamit kilőni. Amúgy is a killekben jobban hiszek. Szeretném még az ágyat próbálgatni. Na, azt már tudjuk, a szitával lőjük, ahol akarjuk a XM1-et. Tesztpályán az M1-es ébrezt is kiugoljuk, elég csúnyán az alaplőszerrel. Neki egy irányzót. Pocak, repeszlőszer. Még ha a töltésünk most elég lassú is, és ez nem csábít, arra trükközünk a lőszertípusok váltogatásával, de azért repeszlőszer nem hülyeség magatokkal vinni, már ilyen korszerűbb repesztőszereket, amiknek azért van egy átütési szintje. Attól, hogy mennyire széttépi az ellenséget, a jó helyen talál. Kupolán egyébként, ha vagy torony tetején az ágyú feltől meglőtek, Abrams is elmegy, illetve Challenger is hát vagy elmegy, tapasztalatom szerint egy lövésre inkább, de ha nem is, ágyúzá vár meg a legénység nagy része a toronyba kipusztul. Halálos vagy legalábbis súlyos kár. Okozható. Nem felesleg a repesztőszer. Nagy BR-be. Oroszoknál legalábbis. Akinek nem nincs benne orosz, annak meg van hash, szóval. Annak meg van jobb. Nagyon belőtték, hogy hol vagyok, mert már küldjük az alatit, húzunk innen. Hát sajnos most nem vagyok olyan kislányos zavarba, hogy nézegessen vissza a matchmakerbe, hogy hány killem is volt. De az a helyzet, hogy 9-3-ba orosz tankozni, az nem a türelmetlen emberek sportja. Fullos géppel sem, hát még hogy isztok. Ezek után a szimulátor tapasztalatokra leszek vele kíváncsi, de oda meg pláne nem kéne úgy bevinnem, hogy stokkos. Habár lehet, hogy ott még kevesebb hátrány, most ezt így nem is tudom hirtelen, hiszen ott úgyis mindenkinek egy lövés, szóval azt, hogy nincs szereled vagy oltód, az majdnem nem mindegy. Nem olyan emlékeim vannak szimulátor, hogy én szerelgetek meg voltok, olyan emlékeim vannak szimulátorból, hogy chat, hangár. És amikor rálőttem valakire, nekem segít kellett imádkozni, hogy jégjen le. Beautiful, beautiful man, absolutely beautiful. Jó, minket közsít már, azért a spot az jött valahonnan. Valaki mondta, hogy nézzünk oda, szóltak a srácok. Szerintem ennyi ferezni is fogja anyaghosszúságában a videót, különösebb vagdosás nélkül, csak összeillesztem, amik idáig történtek. Jó, beépültünk. Desert Warrior. Négyen vannak. Azért mákunk volt, hogy az MBT-70-esnek rakéta volt csövön, nem pedig normális lőszer, mert koporsószeggel vagy hítlövedékkel szerintem meglettünk volna neki, de legalábbis kapunk egy závárt, vagy valami ilyesmi, és akkor nem tudunk ugye szerelni, megevett volna. Azért kell lehet szerencsési szinten. Beszélik a nép, akkor nem álltam le visszanézni a célpont felé is, valószínűleg nem viccből, úgy is van. És mit csinálják az áramány? Hát közelebb van az a... Type 60 PRG harcol, ajaj, annak nem lesz jó vége. Ha nem kapta el meglepetésből egy hirtelen lövéssel, amit akart, akkor neki nem sok esélye van. Face to face. Városfalon kívül ott a híd környéke. Roger that. Basztódik. Jajjaj! Ne. Túl mély a víz. Mint hát tudnám, hogy a hídnál túl mély a víz. Most komolyan, nem összeállok a térképen. Csak a tankúj, nem én. Legalább lemostuk az átszapokat, hogy jobban látszódjon, hogy szép zöld. Csapba cserkeltük. Na most eddig jó. Ott van egy légvédelem. Elsővel bénutunk, rapasszal kivégzünk. Azon a terv. Az a baj, most jól megmondtuk neki, hogy jövünk mellé, megnyitottuk a fogtovonalást lefelé. Nope. Onnan is be fog jönnöm, hogy a légvédelem, de most akkor inkább... Na bazd meg! Bezúsztam itt Ahmed házát. Megint be fognak perelni. A jó életben van ez meg. Nikolaj, töltsd ki a biztosítási űrlapot, azt hajtsd ki. Jön a légvédelem szerintem. Úgyhogy... nem akarok a kopos összeget elpazarolni, csak arra most áttöltsek úgymond másmilyen lőszerre, és most ezért... Na, megvárjuk valahol. Berendezkedünk itt a pont másik oldalán. Vagyunk a Gepárd. És akkor az amerikai dobozos légvédelmét kellene majd megenni. Már nem kell. Na, hát első próbálkozásnak szerintem mindenféleképpen elég lesz ennyi. Mármint terjedelmi okokból videóban nem igen fél bele több. Van túlélt meccsünk is. Úgyisten igazából 3 kilós túlélt meccs. Én azt gondolom, hogy stock tankkal nem rossz. Csútkább tírve 9-3-as tankkal, ugye, ami stockos 10-0-ban nem gondolnám, hogy egy rossz eredmény. Valamennyi ment a javítókészletbe, kis TP, ilyen lesz az élet nagyjából. Sokkal jobban nem számítok egyébként kifullozva sem, mert ugye lassú lesz, de nagyon jó az ágyú. Jó a lőszer, működik a stock lőszer, és az ágyú több mint rendben van, nagyon jó a repesz lőszer. Ez egy jó tank, majd ugye a bokrok nélkül beviszem Simóba, és hogy teljes képet kapjak lóra, majd egy kicsit már összekaptam oda, azért kellett 2 modul. Gyerekek! Ez egy jó tank. Hát akkor találkozunk legközelebb. Sándor Gróf voltam. Sziasztok!